Nagyon-nagyon fontos az, hogy az embereknek általában az önértékelésük és az önbecsülésük nem a helyes szinten áll. Tehát mindig alacsonyabban van, mint ahol kellene, hogy álljon. És amikor felvesznek egy ruhát, hogy fel kell állni egy dobogóra, akkor emlékszek ezzel a legelsőknél, hú, egy én nem tudok ide felállni, és akkor megmutatom, hogy hogyan, tehát mindig előttük járok, bemutatom. És amikor a második, harmadik ruhát próbáljuk már föl, akkor már kihúzza magát, akkor már jó a testtartása, felpattan a dobogóra, tehát érzi azt, hogy odavaló, tehát hogy egy felemeljük, kiemeljük. Én azt gondolom, hogy én szeretnék sokkal többet adni, mint egy ruhát az embereknek. Hogyan képes a Szilka az Andrássy úton ilyen szinten érvényesülni a világmárkák mellett? Tehát mi az, amit te a Szilka titoknak mondanál? Először is az, hogy én nagyon elköteleződök, tehát én azt szoktam mondani, hogy olyan nagyok az álmaim és a céljaim, hogy én beruházok nagyobb összegeket, vagy elkötelezedek hosszabb ideig, és onnan már nincs visszaút, tehát onnan nem gondolkozok az, hogy most akkor mit csinálok, hogyha, mert csak az van, hogy hogyan építem tovább. Vagy hogyha ugyanállam a kimondott szavaknak nagyon nagy ereje van, hogyha én kimondok valamit, akkor azt mindenképpen megtartom. Akár a lakásom, akár az otthonom, akár ha lemegyek az unokáimhoz, nekem nagyon fontos, ha az unokáimmal töltöm az időt, akkor az az én időm legyen, akkor nincs telefon, akkor nincs semmi, akkor le van kapcsolva, és amikor letelik ez az idő, akkor bekapcsolom, és mindenkit visszahívok. Fontos, hogy példaértékű legyek a gyerekeimnek is, az unokáimnak is, a barátaimnak is, tehát nem mondok, vagy mutatok valamit az embereknek, és hogy én más életet élek ez mellett. Én pont olyan maximalista vagyok magammal a saját időmben is, vagy a saját életemben is. Szeretettel üdvözöllek titeket, folytatjuk a Teremtsd Urad vállalkozásod beszélgetés sorozatot. Ez alkalommal egy olyan beszélgető társam, partnerem lesz, aki egy üzletasszony és egy fantasztikus ember is egyben. Felépített egy olyan luxus brandet Magyarországon, ami a világszínvonalat hozza, és méltán lehetünk büszkék a Szilkára. Fogadjátok nagy szeretettel Kanizsai Szilka Ágnest. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Jó régen vállalkozó vagy már, és biztos vagyok benne, hogy voltak hullámhegyek, hullámvölgyek így az út során. Ugye ennek a beszélgetés sorozatnak az a címe, hogy Teremtsd Urad vállalkozásod. Arra szeretnélek megkérni, hogy idézz fel ebből a hosszú útból egy olyan kiugró emlékedet, élményedet, amikor úgy nagyon mély ponton voltál, akár te személy szerint, akár a vállalkozásod, vagy a kettő együtt, amikor arra volt szükség, hogy úgymond újra teremtsd magadat és a vállalkozásodat is. 86 óta vagyok vállalkozó, és 98-ban az úgynevezett bokros csomag ideje alatt felvettem 120 millió forintot. Atya ég. És abból építettem meg egy éttermet, a második éttermünket, és akkor volt utána, hogy döglenek az angolnák a Balatonon. És akkor volt egy olyan jó két hónap az, amikor kiderült az, hogy lesz-e szezon, vagy nem lesz szezon. És az nagyon-nagyon nehéz volt, hogy tudom, hogy milyen kötelezettségem van. 36%-os hitelkamat volt annak idején, tehát nem elég a törlesztés, hanem a kamatokat is meg kellett teremteni, és az egy nagyon kemény időszak volt, igen. És ebben a vendéglátós időszakban mondtál most példát, azért hadd kérlek meg arra, bár egyre biztattalak, hogy egyet ragadj ki, de most, hogy egy erős váltás. Mikortól van Szilka? 2012, tehát az is lassan már 10 éve. Ugye 10 év alatt jócskán voltak kihívások ezen az úton. Megkérnélek arra, hogy ebből az időszakból is ragadj ki egy olyan időszakot, vagy példát, momentumot, amikor így azt érezted, hogy húha. Először nagyon-nagyon jól indult, tehát azt mondtam, hogy a legjobb brandet azt megtaláltam, vagy azt a hiányt, amire szükség van. Ez egy élesváltás volt a vendéglátásból? Igen, abszolút. Ez egy gyerekkori álmom volt, és hogy egész életemben vágytam ugye a csinos ruhákra, és akkor ami az én életem során negatív volt, azt kijavítottam, és megcsináltam ugye a Szilka brandet. Aztán bocsánat, honnan jött a név? A szilk, az a látság, a selyem, a természetesség, a finomság, és a K az Kanizsai Ágnes, és akkor így lett, hogy a szilk hozzátettem az át, és így lett Szilka, de már olyannyira, hogy tavaly nyáron hivatalosan is felvettem ezt a nevet, úgyhogy most a hivatalos nevem Kanizsai Szilka Ágnes. Fantasztikus. Bocsánat, hallgatlak tovább, csak ezt szerettem volna, hogyha
2013 tavaszán volt az, hogy ugye először Hévízen nekem az oroszok voltak a legnagyobb vevőim, és akkor bejött az embargó, és elmaradtak az oroszok, és hirtelen nagyon egyszerűen nullára szinte leesett a forgalom, és közben én már elkezdtem a budapesti szalont is bérelni, és volt, hogy ott volt a két szalon, és nem volt 3000 forint a zsebemben. Hatalmas tehát, rezsivel. Igen, úgyhogy mondjuk két üzlet között nem tudtunk följönni a fiammal egyszer Hévízről. Ez fantasztikus, hogy innen így felépítetted. Én voltam benne nála, sőt, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy most is szilka, zakót és inget viselek, ami nagyon jó érzés, és köszönöm szépen a lehetőséget. Ez így a nem bújtatott reklámnak volt a helye, mert én azt gondolom, hogy amellett, hogy üzletasszony vagy, egy csupa szív ember is vagy egyben, és emlékszem arra, amikor felhívtál először, és a semmiből, ugye nekem egy óriási dolog volt, én, aki az utcáról jövök, és egyszer csak valaki az Andrássy útról felhív, hogy szeretne nekem varni egy öltönyt, és hát azt se tudtam, hogy hogyan köpni nyer, nem tudtam, hogy hogyan fogadjam ezt az egészet, és azóta ugye ez barátsággá fejlődött az évek alatt, és most is szeretném csak lerólni a hálámat, hogy ezek mindig egy ilyen szeretetteljes beszélgetés is. Tehát én azt tapasztalom, hogy sokkal többet adsz az embereknek, mint amit egyébként alapból elvárnának, vagy úgy is mondhatnám, mert sokszor beszélsz erről, hogy egyfajta kicsit túlzásnak tűnhet, de mintha terápia is lenne a hölgyeknek, például amikor elmennek egy ruhapróbára hozzád, hogy mesélsz egy kicsit erről, hogy mit látsz emberként a szilka mögött, amikor elmennek hozzád az emberek egy ilyen csodát felpróbálni, vagy a szolgáltatást igénybe venni. Hát nagyon-nagyon fontos az, hogy az embereknek általában az önértékelésük és az önbecsülésük nem a helyes szinten áll, tehát mindig alacsonyabban van, mint ahol kellene, hogy álljon. És amikor felvesznek egy ruhát, vagy fel kell állni egy dobogóra, akkor emlékszek ezzel a legelsőknél, hú, egy én nem tudok ide felállni, és akkor megmutatom, hogy hogyan, tehát mindig előttük járok, bemutatom. És amikor a második, harmadik ruhát próbáljuk már föl, akkor már kihúzza magát, akkor már jó a testtartása, felpattan a dobogóra, tehát érzi azt, hogy odavaló, tehát hogy egy felemeljük, kiemeljük. Én azt gondolom, hogy én szeretnék sokkal többet adni, mint egy ruhát az embereknek, és ez azt hiszem, hogy le is jön, mert hogy szeretnek néha csak úgy bejönni, természetesen mindig megrendelés a vége, de általában egy kávézni, beszélgetni. Nálad voltunk úgy, hogy emlékszem, amikor először találkoztunk, hogy mindent megbeszéltünk, csak nem választottuk ki az anyagot. Igen, tényleg. De, és utána hívtál, igen, hogy... Igen, hogy hogyan tovább, igen. Nagyon jó. Az azért tudod, hogy én bevonzottalak, tehát, hogy körülbelül május felé kezdtem már nézni a videóidat, és akkor készültél az arénára, és én még nagyon nem sokat tudtam rólad, csak azt tudtam, hogy van egy jó fej srác, aki pozitívumokat mond, kicsit olyan, mint én, mert hogy én 14 éves korom óta csak a jót szeretném meglátni az emberekben is, meg mindenhol, és amikor egyszer csak mondta valaki, hogy a Péter szeretne szilka öltönyt. Hát mondom, azt szeretne, akkor hívjon föl. De mondom, tudod mit? Megvan a száma? Megkaptam, és akkor hívtalak. Nagyon szuper. Hogyan képes a szilka az Andrássy úton ilyen szinten érvényesülni a világmárkák mellett? Mi az, amit te a szilka titoknak mondanál? Mert azért, ha végsétálott az ember, akkor láthatja, hogy azok a világmárkák is nagyon komoly kihívásokkal néznek szembe egy olyan környezetben, ott az Andrássy úton, ahol nagyon komoly bérleti díjak vannak, nagyon komoly kötelezvények vannak, és te hosszú évek óta építed, és egyre mindig győztesként jössz ki egy-egy ilyen mélypontról, vagy egy ilyen hullámvölgyből. Mit gondolsz, hogy a te személyes karizmádon, varázsadon kívül mi lehet a szilka titok? Hát először is az, hogy én nagyon elköteleződök, tehát én azt szoktam mondani, hogy olyan nagyok az álmaim és a céljaim, hogy én beruházok nagyobb összegeket, vagy elkötelezedek hosszabb ideig, és onnan már nincs visszaút, tehát onnan nem gondolkozok az, hogy most akkor mit csinálok, hogyha, mert csak az van, hogy hogyan építem tovább. Tehát ez az, hogy stabilan meg tudok maradni, az talán így. Mindig szoktam mondani, hogyha valaki feladja, akkor azt szoktam mondani, hogy nem eléggé kötelezedett el, tehát mondjuk nem nagyobb összeget tett bele, amit hogyha nem fizet, akkor a családjának kell, vagy a gyerekeinek, vagy az unokáinak, vagy hogyha ugyanállam a kimondott szavaknak nagyon nagy ereje van, tehát több, jobb, mint egy bármilyen szerződés. Ha én kimondok valamit, akkor azt mindenképpen megtartom. A vendég felé, meg én azt gondolom, hogy ez valahogy úgy van, ez a szilka életérzés.
amit nagyon sokszor el is mondok, akár a próbákon is, hogy figyelj, hogyha ez a ruha így fogod viselni, ezen az eseményen így megjelensz, akkor sokkal több bókot fogsz kapni, és ezt fogadj szeretettel. És amikor ugye hazamennek erről a rendezvényre, és beakasztják a ruhát a szekrénybe, és másnap mennek valahova máshova, ugyanazt az életérzést szeretnék átélni, és újra betérnek hozzám egy másik ruháért a Szilkába. Milyen érdekes, hogy beszéltél az önértékelésről, így az általánosságban elmondható az embereknél azt hiszem, hogy sokszor alul értékelik magukat, és hogy amikor arról beszéltünk, hogy mindenki megérdemelne egy Szilkát, és hogy ehhez képest hányan hiszik el magukról, hogy járhatnak ilyen ruhában, és ez szerintem egy nemes küldetés részedről, hogy amellett, hogy a rendet építed, amellett az embereknek is törekszel a magukba vetett hitét emelni. Ugye ennek több fóruma is van, saját csoportot is indítottál, illetve én is hívtalak már meg többször ilyen vállalkozói tréningekre, hogy erről a témáról beszélj. És ezt azért szeretem nagyon, és most meg is ragadnám az alkalmat, mert hogy nőként vagy itt velünk is a Magyarországon alapvetően is azt látom, hogy a vállalkozói kedv az apadóban van már egy jó ideje, és ez még inkább elmondható, most nem akarok általánosítani, mert nyilván vannak hál' Istennek üdítő kivételek, de általánosságban azt tapasztalom, hogy a hölgyek nehezebben indulnak meg abba az irányba, hogy belevágják a fejszélyüket, és azt mondják, hogy igenis én vállalkozóvá válok. Mondjuk, hogyha egy hölgyel beszélgetnél így, akkor te mit javasol neki, hogy hogy induljon el, illetve még előtte még van. Te mit tapasztalsz? Nehezebb nőként Magyarországon vállalkozni? Először egy ilyen nehezebb vagy mélyebb kérdésbe. Nem tudom. Én, hogy nekem nehezebben, én sosem értem ezt, hogy nőként vagy férfiként lett volna könnyebb. Én 22 éves korom óta vállalkozó vagyok, úgyhogy én valahogy ezt így szerettem volna, és így jött az utam folyamatosan. Úgyhogy azt nem tudom, hogy nőként vagy férfiként nehezebb. Bizonyára azt várjátok el, vagy azt szokták elvárni, hogy azt mondjam, hogy nőként nehezebb. Szerintem nem, hanem a célokat, amit kitűzünk, az mennyire, hogy van felmérve az, hogy van-e rá szükség, az, amit szeretnénk csinálni, hogy azt mennyire tud szolgálni. Ezt a te előadásaidban hallottam nagyon sokszor, ha egy lángos sütő, ha szeretsz lángos sütni, meg tudod csinálni azt, hogy olyan szeretettel és olyan alázattal csinálod, hogy egész Magyarországon a te receptet szerint fogják, vagy franchise-ba fogják a te lángosodat készíteni. Tehát én azt hiszem és azt vallom, hogyha elég alázatosak vagyunk, és éppen eléggé szeretjük azt, amit csinálunk, akkor igazából azt se érezzük, hogy az munka. Néha ez ki is használjuk saját magunkat. Tehát, hogy nem tudunk eleget dolgozni, mert nem dolgozunk, hanem a hobbinknak élünk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogyha megfelelő alázat és tisztelet van benne, és ez nem egy mondott alázat, hanem ez az ügyfél abszolút érzi minden porcikáján, hogy valóban engem fel lehet hívni vasárnap délután, hogy éjjel. Én azt szoktam neki mondani, hogy a mobiltelefon van, azt akkor kapcsolom le, amikor én nem érek rá valóban, és amikor igen, akkor meg felkapcsolom. Tehát, hogy engem nyugodtan hívjatok, mert vasárnap is tudtok hívni, és most is volt kétszer, hogy vasárnap hívtak, és hú, tényleg felveszed a telefont, hát mondom, persze, természetesen. Szóval az alázat és a szorgalom az szerintem az a legfontosabb, bármit is csinálsz, és a szeretet. Most csak attól, hogy rágondoltam, kirázott a hideg, amikor felidézem azt, hogy amikor Brian Tracy-vel voltunk benn nálad, ugye egy mondtad, hogy szívesen készíteni rá is egy öltönyt, és amikor elmentünk, és utána visszavittem a szállodába, és azt mondta, hogy ez a hölgy nagyon rendben van, és ugyanezeket a szavakat mondta, alázat, szeretet, korrektség, tehát hogy ez így tört. Hát akkor is elmondtam ezt neked, csak igen, most felidéztem tudom, ezt, igen, csak, igen. Hogy ez olyan csodálatos érzés volt, hogy így mindig amikor akartam mondani, így megbökött a kocsiba, és mondta, hogy jó az irány, mert azt mondta, hogy ez a hölgy, ez nagyon-nagyon rendben van. És egyszer emlékszem, hogy az emberismeretről volt szó, bocs, hogy belopom ide ezt a kedves emléket, csak hogy mindig azt mondta, hogy azt mondja, tudod Péter, több mint 5 millió emberrel találkoztam élőben az elmúlt 35 évben az előadások során, és bár nem beszéltem a legtöbbüknek a nyelvét, mert ugye magyarul sem tud, de elég egy pillantás, és már érzem azt, hogy hol vagyok, vagy hol a helyem, vagy éppen mennyire akarok ebben. És emlékszel, utána milyen büszkén mondta el a konferencián, és hogy Szilka öltöny van rajtam, elkérte, hogy írja le a nevedet pontosan, hogy mondhatja, tehát hogy igen. Azért azt gondolom, hogy rá is nagyon jellemzőek ezek a vonások, amiket az előbb említettél. Igen. Egy kicsit játszunk akkor, jó? Mert én mondjuk nem pont úgy nézek ki, mint egy hölgy, de azt szoktam kérni, amikor így a vállalkozás témakörében beszélgetünk a partnereimtől, hogy képzeljük el azt, hogy én egy kezdő vállalkozó vagyok, tehát meg egy
rutinos vállalkozó vagy. És azért mondtam ezt a hölgy példát, mert hogy nő vagy, és hogy feltételezzük, hogy én is egy hölgy vagyok, és már itt nincsen különbség abban, hogy most kinek nehezebb, meg kinek nem, csak hogy azért, hogy a példa kedvér, ha már nő vagy, és biztos, hogy nagyon sok hölgy is nézi azt, aki vagy már vállalkozó, vagy gondolkodik ebben, hogy mondjuk megkereslek, meghívlak egy kávéra, hogy Ági, kérlek, segíts indulni az úton. Mik azok a mondjuk három leginkább fontos tanács, amit egy induló vállalkozónak adnál a mai világban? Először is, hogy nagyon-nagyon szeresse azt, amit akar csinálni. És hogy higgyen saját magába. Tehát bárki bármit mond. Szoktam mondani, és ezt a csoportomban is nagyon sokszor mondom, hogy ha nem kezdenek el agonizálni azon, amit mondjuk én kitalálok egy új dolgot, hanem azt mondják, hogy hú, de szuper, akkor már elkezdek gondolkozni, hogy valami nem jó. Amikor azt mondják, hogy jaj, Ági, ez el van átkozva, ez nem fog sikerülni, akkor tudom, hogy jó helyen vagyok, mert akkor az én kitartásom, az én tudásom, az én szeretetem sokkal fontosabb, és a világnak is meg szeretném mutatni, hogy igen, amit én gondolok, az jó. Tehát az első és a legfontosabb, hogy szeresse azt, amit csinál. A másik az, hogy sokkal több kitartásnak kell lenni, mint bárki másnak. Tehát, hogy abba a vállalkozásba bárki bármit mond neki, a saját érzete, a saját érzése, és az, hogy ő tudja, hogy jót csinál. Tehát az nagyon fontos, hogy bármit is csinálunk, annak az eredményének jónak kell, hogy legyen. Ez lehet egy szolgáltatás, ez lehet valami termékgyártás, de egyetlen egy biztos, hogy annak a végeredménye nem az emberiségnek ad, akkor nincs értelme. És akkor el tudnak bizonytalanítani az emberek. Ha tudod, hogy jót csinálsz, akkor kerítésen is keresztül tudsz menni, mert pontosan tudod, hogy jót csinálsz. Tehát az első a szeretet, a kitartás, a harmadik az, hogy azt nézzem meg, hogy hogyan tudja még jobban szolgálni az embereket, mert ezzel lesz a legnagyobb bevétele az egész iparágban. Tehát ha kitalál egy jó terméket, és jó a kitartása, és ez elég nagy alázattal és szeretettel adja, és ennek az eredménye helyes és jó, akkor abból jön be a legtöbb bevétel. Ezt most azért mondom, mert nekem nagyon furcsa volt a Szilka életében megélni azt, hogy jól ment utána a Szilka, vagy egyre jobban ment, de Isten igazából mondhatám azt, amikor a pandémia megindult, és én egyre többet jelentkeztem be online, tehát többet adtam az embereknek, akár egy érzést, akár ami bennem van, hogy ahogy megnyílottam az emberek felé az egyéniségemmel, egyre több szeretetet adtam nekik, és egyre többen érkeztek hozzám ruhát rendelni. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt jól értem, vagy jól elmondtam-e, tehát a lényeg az, hogyha azt érzik, hogy te magad vagy az, amit adsz, akkor azt örömmel fogadják, és fizetnek is ugye ezért. Nagyszerű, köszönöm. Mi volt a vállalkozói létedben, és most már inkább szűkíteném ezt a 86-tól mondta, tehát ezt az utolsó 9 évre, a Szilka korszakra, hogy mit idézel fel, mint esetleges legnagyobb tapasztalásod, hibád, ha hívhatjuk így, bár inkább a tapasztalása helyes, de olyan, amit ma már másképpen csinálnám. Azért hívok meg mindig olyan beszélgető partnereket ezekbe az interjúkba, mert azt szeretném, hogy olyan húsvérvállalkozók mondjanak, akik már láttak mélypontokat és megéltek olyan kríziseket, ami most nem csak világszintű, hanem lehet belső, tehát identitásbeli, lehet olyan, hogy üzleti partnerrel, lehet olyan, most megint fiktív a példa, de mondjuk egy alkalmazottban való csalódás, tehát mi volt az, ami neked így beugrik erre, hogy a leginkább olyan fájó felismerés vagy tapasztalás volt ebben az időszakban? Hát a leginkább az egy kolléga volt, akiben nagyon megbíztam. Beletrafáltam. Bele, igen, jól eladta magát, de azért azt gondolom, hogy a fentiek mindig támogatnak és segítenek, mert másfél hónap alatt rájöttem, hogy köze nincs ahhoz, amit mondott, és nem tudásbéliség, tehát nem a szakmai, mert azt emberi oldal. Hanem emberi oldal. De erről talán inkább ennyi többet nem is nagyon szeretnék, viszont tegnap volt egy barátom nálam, aki mondta, hogy a vállalkozásában 3 pilléren szokott mozogni, és az egyik pillérje erősebb volt, és bele kényelmesedett kicsit abba, hogy az úgy jól működik. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy kiről van szó. Próbálom nem magamra venni, de igen. És
képzeld el, hogy nálam is az van, hogy, vagy az volt, hogy, hogy nagyon ugye a családi rendezvényekben, ezt most mondhatnám, hogyha valaki esküvőre megy, vagy ment egy gálára, vagy egy partira, tehát az ünneplős, vagy az a esti ruháját, a koktél ruháját, azt mindig nálam rendelték meg. Ezért én bele kényelmesedtem, hogy nekem nem kell más kollekciót terveznem, csak az ünnepélyeset, tehát az, amikor valahova elmegy egy rendezvényre, akár örömanya, akár vendégként, akár mint egy céges partira, hogy ebből teljesen jól lefoglalt és elfoglalt, és nem figyeltem ugye az online világra, és amikor tavaly jött a, úgyhogy 2020 márciusába először onnan jött, hogy Kossuth díj átadásra 8 díjból 4-en nálam rendeltek ruhát. 4-en. Az egész országból nálam rendeltek 4-en. Az nagyon jó érzés volt a szívemnek, sőt az ingatlan bérlője is, ahol ezt a Kossuth díjakat átadják, az is nálam rendelt ruhát. És például ez annyira, annyira kellemes érzés volt, hogyha az országban van valami nagy dolog, akkor kvázi majdnem 50% hozzám jön biztosan ruhát rendelni. És 13-án, hogy mindent lemondtak. Egy rendezvény sem lehetett, és akkor rá kellett jönnem arra, hogy szuper, minden nagyon jó, ahogy én felépítettem egy brandet a rendezvényekre, és akkor a mindennapokban most hogy fogunk megélni. De valahogy valamiért fentről, vagy akárhogy mondjuk egy kicsit segítve van az ember, mert hogy előtte 2 hónappal kezdtem el a kötött kollekciómat kitalálni, és megcsináltuk, és már finishben volt, kicsit kellett még rajta alakítani. Közben a fiamék, a Tibikék megcsinálták a webshopot, tehát hogy azt is. Tehát kvázi nem tudtuk, hogy lesz egy ilyen valami, csak azt gondoltuk, hogy egy új lábat nyithatnánk arra, hogy engem mentesíteni egy kicsit az alól, hogy mennyi forgalom kell, hogy ezt meg kell csinálni, ez a kell szóból. Igen. És ezért jött létre a webshop is, meg egy olyan termék, amit jó szívvel merek webshopon árulni, hogy ez egy kötött kollekció, az nem kell milliméter pontosan mindenhol állni, hiszen rugalmas anyagból van. És ugye ez utána az lett az erősebbik oldalunk. Nagyon izgalmas, amiket mondasz. Most eszembe jutott közül, míg hallgattalak, Harry Fordnak az a nagyon tanulságos története, ami ott majdnem csődbe vitte, amikor biztatták arra, hogy legyen már egy kicsit rugalmasabb abban, hogy az autónak a színe az legyen választható. És azt mondta Harry Ford, hogy bármilyen színű autót választhatnak a vevők, feltéve, hogy az fekete. Tehát, hogy ebből nem engedett, mert azt mondta, hogy az autó az fekete. És olyan jó, amit most te mondasz, hogyha te tavaly márciustól nem lettél volna kellően nyitott arra, hogy azt mondd, hogy akkor idomulunk, sőt, még ráadásul proaktívan is történtek a dolgok, mert már 2 hónappal leütetted akkor ért finishbe a projekt, amit mondtál. De egy ilyen szempontból nekem ami döbbenetes, az az, hogy azért ez egy nagyon komoly prémium kategória, amit te képviselsz a Szilkával, és nem gondoltam volna álmomban, hogy ezt mondjuk online platformon lehet értékesíteni, és ezt is meg tudod csinálni, és ezt is mondjuk azért azt látom, hogy ugye én követlek a különböző social media platformokon, hogy eszméletlen mennyiségű időt, energiát, pénzt fektetsz abba, hogy ez minél több fórumon, minél nagyobb közönséghez eljusson, és minél színvonalasabban, mert azt látom, hogy akármihez nyúlsz, az egy ilyen nagyon, nagyon komoly szintet képvisel. A kérdésem az az, hogy a branded mellett az életed többi területére is igaz ez a fajta fegyelem, hogy ott is ilyen maximalista vagy, és minden ilyen szinten működik? Igen. Akár a lakásom, akár az otthonom, akár ha lemegyek az unokáim, az nekem nagyon fontos, ha az unokáimmal töltöm az időt, akkor az az én időm legyen, akkor nincs telefon, akkor nincs semmi, akkor le van kapcsolva, és amikor letelik ez az idő, akkor bekapcsolom, és mindenkit visszahívok. De nekem nagyon fontos, igen, az a fontos, hogy példaértékű legyek a gyerekeimnek is, az unokáimnak is, a barátaimnak is, tehát nem mondok, vagy mutatok valamit az embereknek, és hogy én más életet élek ez mellett. Én pont olyan maximalista vagyok magammal a saját időmben is, vagy a saját életemben is. Most úgy kérdeznék vissza, hogy Brian azt tanította nekem, már többször idéztem ugye az ő gondolatait, hogy ha dolgozol, dolgozz keményen. Ha játszol, akkor játsz keményen. Ez hülyenhozik így magyarul fordítva, de a lényeg az, hogy csak egyikre koncentrálj. Te most, amit elmondtál, az nekem ezt támasztja alá, de még egyszer direktebben rákérdezek, hogy tudsz lazítani?
Elmondom, miért kérdezem, mert aki maximalista, és ezt tényleg ilyen transzparensen viszi, az ő esetükben azt tapasztalom, hogy nagyon könnyen, nagyon nehezen tudnak leereszteni, tehát hogy elengedni azokat a kötöttségeket, amik ott vannak a mindennapokban. Igen, és ezt is tanulni kell szerintem. Tehát, hogyha megteszel mindent azért, hogy az a legjobban menjen, akkor utána felszoktam adni a fentieknek, hogy innentől kezdve, tehát amit tudtam, amit elgondoltam, hogy lehetséges megoldani, azt megcsinálom. Ezért van az, hogy én nagyon időigényes vagyok, és nagyon precíz vagyok, és nagyon pontos vagyok, és a hatékonyság elvét élem, hogy amikor a munka van, akkor azt a leghatékonyabban, tehát nem azt mondom, hogy csak dolgozok, hanem hogyan dolgozom, mit kell megcsinálnom, mennyi idő alatt kell megcsinálnom, milyennek az útja, milyennek a módja, és amikor ugye a szabad életemet élem, akkor meg pontosan így van, hogy akkor nagyon tudok játszani, és nagyon tudok akár bohockodni, és négykézláb mászni az unokáimmal, és lovagulunk, és mindent. Igen. Kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy értékeled egyrészt, hogy van-e konkurenciád, másrészt, ha igen, a válasz, majd te ezt eldöntöd, akkor mit gondolsz, hogy ők mit mondanak rólad a hátad mögött? Nem tudom, és őszintén meg azt sem tudom, hogy van-e konkurenciám, azt se tudom, hogy mit mondanak. Szoktam mondani, hogy ez nem a Szirka és nem az András úton van, ugye? Tehát mikor valaki kérdezi, hogy mi a vélemény, és mondom, esküszöm, nem tudom, de nem nézem, nem foglalkozok másokkal. Ez nem tudom, hogy helyes vagy nem helyes, de nekem erre nincs időm. Nekem van egy irányvonalom, amit én szeretnék elérni, és én szeretnék adni. A trendeket természetesen figyelem, a világ trendeket, hogy mi van, és nyilván abban egy-egy olyan dolgot megnézek, de azt én nekem kell a hazánkra levetítenem, hogy mi az, ami itt hordható, viselhető, mi az, amit az én vendégköröm szeret, és én nem. Vannak emberek, akik számomra nagyon fontosak. Az ő véleményük nyilván, hogy ők mit mondanak rólam. Tehát nem akarok elmenni, hogy hú, de nagyképű vagyok, engem nem érdekel, hogy ki mit mond, mert természetesen a gyerekeim, az unokáim, és van egy-két olyan ember az én életemben, akikre hallgatok, és tőlük meg is szoktam kérdezni, sőt, a véleményüket is kikérem. De egyébként a többieknek a véleménye nem. Ne haragudj, ez most lehet, hogy nem dehogy túl jó. Dehogyis. Nincsen jó meg rossz, én arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, mert én annak örülök, hogy ahányan jöttök, annyiféle nézőpontot kaphatunk. Mm-hmm. Visszakanyarodva a konkurenciához, én azt tanultam, megint csak azt tudom mondani, hogy Briantől, mert lehet, hogy a nézőknek is elege van ebből, csak hogy visszhangzanak most az ő gondolatai, mert amikor mondta, kérdezte tőlem, hogy ki a konkurenciád? És ezen elkezdtem gondolkodni, és azt mondta, hogy segítek. Az a konkurenciát, ahol a meglévő vagy a potenciális ügyfeleid elköltik a pénzüket. Tehát a Szilkának ilyen értelemben nincsen, mert unikális vagy. Emellett ott van, csak az Andrásin ott vannak a világmárkák sorba, mégis te egy nagyon komoly szeletet ki tudsz hasítani abból a vásárlóközegből, akik ugyanúgy bemehetnének egy nemzetközi brandhez, és a Szilkánál kötnek ki. Tehát, hogy erre értettem ezt a részét. A második fel a kérdésnek azt teljesen értem, és köszönöm, hogy egyáltalán válaszoltál rá. De ott én meg azért maradnék, hogy megint még a Szilka titokhoz egy kicsit visszakanyarodva beszéltünk életérzésről, beszéltünk arról, hogy többet kap, mint egy ruha. Szeretné azt a feelinget magával vinni, amit ott az eseményen, amikor felvesz. Van még valami, amit szívesen hozzátennél? Hát, hogy miért tudok kiharapni nagyobb szeretet az Andrássy úton, akár a nagy brendek mellől vagy elől, az, hogy gyönyörűek azok a termékek, és egyszer majd szeretném én is elérni, amit ők elérnek, de ők nem milliméter pontosan készítik a vevőre a ruhát, hanem egy konfekciót készítenek, ami nagyon, nagyon látványos, nagyon harsány, és mondjuk a saját logójukkal is el van látva általában jó nagy méretbe. Tehát, hogy már sokkal kifinomultabbak az itthoni, a magyar vásárlók, akik nem szeretnek reklámot viselni, tehát ekkora logót, és azt se szeretik, hogy megvesznek egy méregdarága ruhát, és mondjuk 3 hét múlva vagy 4 hét múlva mondjuk le van értékelve 40-50-60-70%-kal ugyanaz a termék, és most bocsánat, egy teljesen más kategóriájú ember megvásárolja, és elmennek egy eseményre együtt. Tehát mondjuk egy igazgató, meg egy kollégája, és ugyanabban a ruhába el tudnak menni. Ez mondjuk nálam ugye lehetetlen, mert hogyha csinálok és ugyanolyan ruhát egyik a másiknak, mindig odafigyelek, hogy hova értékesítjük, hogy az milyen színű, hova veszi föl, tehát a fő paramétereket mindig nézem, és ők, amit a világmárkák nem tudnak legalábbis itthon adni, az a méretpontosság. Uh-huh.
Azért van emellett egy másik is, most nekem beugrott, mert nagyon azt látom, hogy így a részletekben bújik meg az ördög, vagy valahogy így szoktuk mondani, hogy amikor én először megkaptam az inget, és ott volt benne a monogram ilyen nagyon szépen, vagy az akkubélésébe beleírva a névre szólóan, tehát ez mindegy ilyen finomság, és olyan kézzel varrott minden, tehát tényleg ilyen nagyon, nagyon prémium minőség, ezt tudom mondani, és hát nyilvánvalóan ennek ezáltal lett egy ilyen intézménye is, én is úgy gondolom, amit az elmúlt években építettél, és tudom, hogy milyen ambíciózus terveid vannak, úgyhogy ehhez csak nagyon sok sikert és kitartást tudok kívánni neked. Ha az utolsó szó jogán szeretnél valamit hozzátenni, akkor nem folytom beléd, nyugodtan hozd meg velünk. Köszönöm a meghívást, öröm volt itt lenni veletek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha szeretnétek hasonló tartalmakról értesülni, akkor iratkozzatok fel itt a csatornára, illetve köszönjük azt, ha egy-egy komment beleírjátok, hogy mit indukált bennetek ez a beszélgetés most Ágnessel. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, és Ágnes, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál köszönöm velünk. Szépen.